hozott létre az elmúlt 4 évben a jelenlegi kormány, mely matematikailag a kisebb szavazati értéken rendelkezőt juttatta 3/3-as többségben a parlamentben. Hát nem tudjuk, hogy ez a matematika hogy működik, mert azért mi megtanultunk az iskolában annak idején számolni, mert hála Istennek a tanáraik addig nem hagytak, amit nem tudtunk osztani, szorozni, kivonni és összeadni. Na, meddig esetleg egy kis százalékot is számolni. De amikor azt mondjuk, hogy egy ország szavazásra jogosult embereknek a száma 8 millió, és abból elment 4 millió szavazni, és a 4 millióból 27%-a szavazott a jelenlegi kormányra, akkor hogy kapott ez a kormány megint kétharmados felhatalmazást? És az érdekesség az, hogy én akárkit megkérdeztem, hogy ideig az utcán, te kire szavaztál, senki nem szavazott a Fideszre. És kétharmados elhatalmazása van ismételten az új parlamentben. Hát ez nagyon ügyes trükk, és egy darabig még ezt az emberek meg sem. De szerintem most már nem sokáig. Nyilvánvaló, hogy a körülöttünk zajló külpolitikai események is befolyásolni fogják a magyarországi eseményeket, és előbb-utóbb kinyílik a szemük az embereknek, és nem fogják továbbhagyni ezt a kizsákmányolást, amiben ma részük van. Mi tudjuk és látjuk, hogy Budapest ezt még nem igen érzi. Mindig a főváros minden országban az a hely, ahol a legkésőbb érzik meg az emberek az igazi problémát. A vidék már nagyon érzi. A vidéknek már nincs tartaléka. Annyi tartaléka van, ami saját magának elég. És amikor már a saját maga tartalékával nem fog jutni a fővárosba, akkor lesz nagy baj. Akkor a főváros is meg fogja érezni, és akkor az éjség vezetik ki az embereket az utcára. Nem pedig a józan ég. Amivel próbáljuk megelőzni ezt a dok és okozati összefüggést, akkor szoktak lenni nagy problémák, nagy bajok, és akkor szoktak lenni sajnos kínálkozatok. Mi ezt nagyon szeretnénk elkerülni, mindig hangsúlyozzuk, éppen ezért arra kérünk minden gondolkodó ember, hogy ne csak a televízióból, ne csak a magyar sajtóból tájékozódjon, hanem legyen olyan az emberek kapcsolata, mint ezelőtt 30 évvel, hogy ismerik egymást, beszélnek egymással, meg tudják beszélni az aktuális problémákat. Sajnos az elmúlt 25 évben sikerült az embereknek kijönni azt az érzést, akkor a szomszédommal jó időt tudott beszélgetni, megértem őt, és a problémájával szeretettel tudok felé nyúlni és segíteni neki. Ez ma már Magyarországon kihalt. Ezt kell visszahoznunk. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor is végleg élhetni a Magyarország közepén találjuk magunkat. Ahol mindenkinek tisztába kell lennie, hogy Magyarország Európa legyen a területe. Erre a területre nagyon sok államnak állja foga. De mi nem adjuk, nem adjuk. István? Igen. Ó, ez már több. Nem
megkönnyít kicsit, jöjjön be hozzá. Van itt egy gyönyörű legrám a Raiffeisenbank tartályán. Megkönnyítjük, jöjjön be hozzá. Hát sikerült. De közöljük veletek, hogy nagyon nehéz lesz nektek, mert mit napokjuk lesz. Hova kell, ott még kell valamit? Hiányzik? Látok olyan feliratot, hogy törvény előtti egyenlőséget. A mai napi demonstrációnk pontosan ezért indult el, hogy törvény előtti egyenlőséget kérjük mindenki számára. Ha mi elkövetünk valamit és nyomoznak velünk szemben, az odáig rendben van. De ami feljelentést teszünk, állami, hivatali servekkel szemben, azért, mert tudjuk, hogy törvénytelenül jártak el, akkor azt a nyomozati anyagot, a kérdésünk fel van arról. Ez itt a legnagyobb probléma. A másik nagy probléma, a kilakoltatások és a végrehajtások megállítása. Már csak 8-9 napban hátra, újból megadnak itt a kilakoltatások, ezeknek a bankoknak az egészségével. Sajnos tudjuk, hogy a rendvédelmi dolgozóknak ki fogják vezényelni a végrehajtók bejutásának megsegítésére. De azt is tudjuk, hogy aki ebben a munkában részt fog venni, az lehet, hogy 5 év múlva ott fog ülni a katonai bíróság bátortakpontján, úgy, mint a 2006-as rendőrtábornokok, akik ellen hatott folyik a fel. Tehát nagyon meggondolandó az, hogy megtagadják-e ilyenkor a parancsot, vagy sem. Még mindig egyszerűbb egy parancsot megtagadni és kivetkőzni az egyenruhában, mint 5 év múlva esetleg elítélni, bekerülni egy katonai börtönbe. Ezt azért mondom el, mert én ilyennek látom a jövőt. Ezek a rendvédelmi dolgozók, akik itt állnak mellettük és készítik át a rendezvényünket, köszönjük nekik sokuknak, mert akkor is merjük. Megtöbbük a hülyeimre hatnének, és nagyon-nagyon nem szeretném, hogy ilyen jövőnek fussanak neki, mint amit most elő lehet is nyomálni. Márpedig ez be fog következni. Ok és okozat összefüggéseket összevetve mindig ezt kell vizsgálni, az életszerűséget, az összefüggéseket, akkor ez elkerülhetetlen lesz. A banknak pénzszerető képessége van. Igen. Ezek a bankok úgy hiteleztek Magyarországon, hogy nem volt mögötte betéti fedezet. Előállították a pénzt virtuálisan, elnevezték devizahitelnek, majd elkezdtek játszani az árfolyammal, az árfolyam kockázatból eredő pluszbevételt zsebre vágták, és kimenekítették az országba. Senki nem fogja föl, ma, hogy Magyarország csődben van. 2008 óta bankcsőd van Magyarországon, és ezt pontosan a devizahitellel és annak a csalásával takarták el. És magát a bankcsődöt, az, hogy ez az ország még működni tud, a devizahitelesek zsebéből kihúzott pénzzel ellensúlyozták. Ez nagyon súlyos bűncselekmény, és ebben a bűncselekményben részt vett a Magyar Nemzeti Bank is. Részt vett a magyar ügyészség és a magyar bíróság, valamint a közjegyző. Már ezért nehéz ma Magyarországon a jogerejével élni, és ezért nehéz kihasználni azt, hogy a bíróságok gyorsabban, szakszerűbben dolgozzanak, mint ahogy azt jelenleg még teszi. De már elindult egy folyamat. Már vannak olyan tisztességes bírók, akik érzik és tudják, hogy a károsultaknak van közül. De igazából ezt az ügyet csak politikai akarattal lehet rendezni, mégpedig úgy, hogy mindaddig felfüggesztjük a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat, ameddig a károsultak a károkozóikkal szemben a bíróságon nem tudják a jogaikat érvényesíteni. Ennyit kértünk az elmúlt két évben,
az akkori kormánytól, és ezt kérlek most is, nem többet, és nem kevesebbet. Kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy a bankokat megmentsék, adófizető forintokból újból feltőkésítsék, és úgy van, a forintosítság az úgynevezett devizahitel. Mindenki forintot kapott. A forintot nem lehet forintosítani. A forint volt, az is marad. Tehát meg azt mondják a médiában, hogy megsegítjük a devizahiteleseket, ez egy nagy hazugság. A devizahiteleseket nem kell megsegíteni. Be kell tartani a mindenkori pénzügyi törvényeket, a fogyasztói törvényeket, és akkor a hitelesek ki tudják fizetni mindazt a terhet, amit ők fölvállaltak. Egyszerűen erről szól a dolog. Nem pedig arról, hogy valaki felvált havi 40 ezer forintos plusz terhet egy hitelkeret rendezésére, és az a havi teher megnőtt 80 ezer forintra. Egy családnak a költségvetésében 3 hónapon keresztül 3x 40 ezer forintos túlterhelés, akkor a mínuszt tud gerjeszteni, hogy évekig nem tud az a családi költségvetés újból helyreállni. Na ezt okozták nekünk mesterségesen, elvesztették tönkre a magyar társadalmat, és ezzel a trükkel tudják elérni azt, hogy a közjegyzők továbbra is gátlástalanul kiállítják az okiratokat, amiknek alapján a végrehajtó úgy érzi, hogy jogosan megy végrehajtani. Pedig már magában a közjegyzői okirat, amikor megszületett, már akkor hamis volt. Amikor megszületett a bankhitel szerződés, már a megszületésének pillanatában hamis volt. Tehát semmis volt. És éppen ezért a magyar jog azt mondja, hogy semmis szerződésre jogot alapítani nem lehet, márpedig ha jogot alapítani nem lehet, akkor nem lehet elkobozni sem ingatlan, sem ingó vagyok. És aki ebben segítséget nyújt, a végrehajtóknak maga is bűncselekményt követel. Majd mondunk egy pár dolgot.